Sokan vannak éppen a Támasz Alapítvány Dugonics utcai nappali központjában. A reggelizés időpontja után érkeztünk stábunkkal. A mínuszos időjárás miatt a szervezet munkatársai fokozott figyelmet fordítanak arra, hogy ne legyen senki se az utcán, azaz éjszakára gondozottjaik bent legyenek az alapítvány valamelyik szállóján. A vörös kód a Dunántúlon jelen pillanatban még nincs előírva. Jelen pillanatban az összes szálláshelyünk, ami menedékhely típusú, az ilyen 75%-os mértékben van feltöltve, tehát van még helyünk. De döntően azok az emberek vannak kint most már, akik ebben az időszakban sem veszik igénybe, még a hideg ellenére sem a szolgáltatásokat, hiszen valamiféle romos, nem lakás céljára szolgáló helyiségben vannak, fűtetlen lakásokban, ezeket a mi utcai szolgálatunk rendszeresen látogatja egyébként. A Támasz Alapítvány az egész Dél-Dunántúlon ellátja a krízisautószolgálatot. Másik fontos feladata a krízisautószolgálatnak az életmentésben van. Ez szerint felkeresik a fűtetlen lakásokban élőket, és beviszik a melegedőbe, szállóra a rászoruló embereket. Valaki itt Dél-Dunántúlon tud olyan szomszédról, ismerősről, aki a fűtésben akadályoztatva van, és az élete veszélyben van, akkor ezt is mindenképpen fontos bejelenteni, mert tudni kell, hogy a kihűléses haláleseteknek a többsége az lakásban élő emberek esetében fordul elő, tehát olyan emberek, akik valami miatt nem tudnak gondoskodni magukról, nem tudnak befűteni, vagy egészségi állapotuk miatt, vagy egyéb okok miatt. Januárban megnövekedett a hajléktalanok száma. Ennek egyik oka családi, a másik a drágulás, az infláció. Még 2022. januárjában 110 új hajléktalan érkezett az alapítványhoz, idén ennek 2-3-szorosa a jellemző. A szervezetnél igyekeznek mindenkinek orvosolni a baját. Élelmiszerbankkal vannak szerződésbe, így élelemből nincs hiányuk. Krízis esetén hívható a diszpécser szolgálat, amelynek telefonszáma 72-es körzet 233-169.